vagyunk a sportcsarnokban, és hamarosan kezdődik a bolondozó sportoló immáron 13. alkalommal. Mi is ez pontosan arról, Gyulainé Nagy Zsuzsával beszélgetünk. A Madarász Imre Egyesített Ovoda és Pedagógiai Szakszolgálat testnevelés, gyógytestnevelés szakmai műhelye rendezi meg ezt a rendezvényt, és itt ovónénék és tanítónénék fognak egy kis vidám délutánt eltölteni egymással. Hát azért bolondozom, mert hogy azt beszéltük előtt, hogy április 1-jéhez kötődik, tehát ilyen kis tréfás, sportos, és mondta, hogy egy picit inkább az összeszokás, hogy az ovónénik és a pedagógusok egy kicsit összeszokjanak, arra van ez a mai nap. Igen, hát itt vidám játékok lesznek megrendezésre, vagy kerülnek megrendezésre, illetve Kun Marian intézményünk gyógytestnevelője pedig aerobik gyakorlatokat hoz nekünk, és majd ezeket fogjuk elvégezni. És hát nem egy igazi sorversenyről van szó, csak egy sportnapról, hiszen mondta, hogy nem az a cél, hogy most versenyezzenek, hanem egy kicsit együtt mozogjanak, beszélgessenek, kikapcsolódjanak. Igen, pontosan ez a nap ez erről szól, egy vidám sport délutánról, amikor egy kicsit a kapcsolatok is kialakulnak a tanítónénik és az óvónénik között. Reméljük, hogy akkor lesznek azért itt izgalmas feladatok, hiszen mondta, hogy nem lesznek csapatok, de hát azért néztem a forgatókönyvet, bizonyos feladatokhoz azért kellenek csapatokat alakítani is. Igen, tehát úgy alakítjuk ki, mindig az adott feladathoz fognak alakulni a csapatok. Az első feladat az a szabadulj a labdától lesz, itt is két csapatot kell majd nyilván alakítanunk, illetve nagyon népszerű ennek a rendezvénynek a történetében a Froll-ból, és ezt a játékot fogjuk majd még eljátszani. Úgyhogy ehhez is csapatok kellenek. Hát akkor jó mozgásos délután kívánunk Önöknek, és hát akkor itt tényleg mindenki egyformán nyertes, aki eljött ma Önökhöz. Igen, köszönöm szépen én is, hogy eltetszettek jönni. Kuruc István is itt van ezen a rendezvényen, és hát Ön az egyik támogatója ennek a mai napnak. Miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön? Hát én úgy gondolom, hogy aki ismer, az úgy körülbelül mindenki tudja, hogy ha valamilyen sportrendezvény van, általában megjelenek, pláne akkor, hogyha Karcagon, pláne akkor, hogyha a gyerekekről, diákokról van szó, és ugye itt is gyerekekről van szó, de ezekből majd diákok lesznek, és én úgy gondolom, hogy nagyon helyes, hogyha a óvodapedagógusok, a pedagógusok élen járnak a példamutatással, és azt hiszem, majd most ennek lehetünk a tanúi, bár megmondom őszintén, hogy én úgy szerettem volna, hogyha a tanítványok, az óvodások itt vannak szurkolni az óvónéniknek, de én úgy gondolom, hogy ez is példaértékű, és én kimondottan örülök neki. Az Oktatási Bizottság külső tagjaként is jelen van, tehát esetleg arról is be tud majd számolni a bizottság tagjainak, hogy ez miért fontos, és esetleg hányért lehetne még hasonló rendezvényt tartani. Természetesen, tehát olyan minősítésben is itt vagyok, mint az Oktatási Kultúr és Sportbizottságnak a bizottsági tagja, és biztos, hogy magát a bizottságot is majd tájékoztatni fogom ennek a rendezvénynek a sikerességéről, ami bízom benne, hogy sikeres lesz. Jó szurkolást kívánunk akkor Önnek! Köszönöm szépen, biztos, hogy meg lesz, és fogunk szurkolni. Dobos László polgármester is itt van ezen a rendezvényen, azt hiszem, hogy testnevelőként nagyon fontosnak tartja ezt a mai napot. Így van, amikor megkaptam a meghívót, akkor megláttam azt a szót a meghívóban, hogy sportoló, akkor én azonnal egy harci tüzet éreztem, és úgy gondoltam, hogy mindenképpen el kell, hogy jöjjek, hiszen ez egy kiváló évek óta megrendezett rendezvény, és ha bármilyen betélkedés van, vagy sportrendezvény, én szeretek ott lenni, ha idő engedi. És hát azt hiszem, hogy itt ez mondta a szervező is, hogy nem egy versenyre megy, hanem mindenki nyertes, aki már eljött, hiszen óvónénik és a tanítónénik közösen fognak csapatokat alkotni, és együtt érzik jól magukat. Valóban ennek a rendezvénynek ez a célja. Ismerkedés, összehangolódás, csapatépítés, és ez egy betélkedő formájában a sportrendezvényen mindig különleges alkalom és különleges lehetőségeket ad. És hát azt hiszem, hogy a gyerekek szempontjából is fontos, hiszen az óvónénik utána tudnak esetleg ötleteket ismeríteni ebből a mai napból. Hát mindig a puding próbálja az evés természetesen, tehát ami a módszertani könyvekben, szakkönyvekben le van írva, azt nem árt kipróbálni, és hát ez valóban egy olyan délután, amikor egyes játékokat, egyes sorversenyeket, váltóversenyeket ki lehet próbálni, és akkor már a gyakorlatban nagyon könnyű átültetni, vagy legalábbis sokkal könnyebb.
Hát akkor önnek is jó szurkolást és jó szórakozást kívánunk a mai délutánra. Köszönöm szépen, én is a nyertesek között vagyok, hiszen nagyon sok csinos fiatal óvodapedagógus és pedagógus fog itt szerepelni. Mindenki nyerni fog. Köszönöm szépen.